jóságos Isten, te tudod, te látod, mi történik itten. A földnek poros, a gyarló emberek, dicsőségedre most ünnepet szentelnek. Ünnepet, karácsonyt, amilyen az első volt, mikor istenséged a legközelebb volt. Amikor földre jött, amikor született, a tiszta, a drága isteni szeretet. Ó, nagy Isten, ki a szíveket vizsgálod, amit mi akarunk, te előre látod. Küldd el szent lelkedet, nyissa meg azonban, és maradjon velünk ez idén át. Nézzenek a házra, isteni szemeit, pontod ki, ha köztünk hiány mutatkozik. A lelked jóságos, a szívünk melegje, legyen sok szíveknek üdvre segítője. Megnyitom karácsony drága ünnepélyét, de hogy áldás nélkül ne távozzunk innét. Te nyisd meg, Istenem, kegyelmed altaját, áld meg a részünkre karácsonynak napját. Nincs a földön olyan szent és drága ünnep, amilyen szereztél te a tieidnek. Akkor, mikor Jézust hozzánk leküldötted, ki egy ilyen napon örök reményünk lett. Sok kiléptem ide társaim nevében, megkérek mindenkit szeretettel szépen, figyelmes hallgatói legyenek annak, amit kicsit, gyengék most tenni akarnak. Nyissák meg a szívet, a kebel belsejét, elfogadni Jézus drága születését. Szülessen meg ma is, úgy, mint régen, de ne istállóban a mi szíveinkben. Nekem. Igen. Sokszor feküdtem ébren éjszaka,
Néztem a csillagokat, és azon gondolkodtam, hogy van igazán eljön a megváltó, aki megszabadíthat a Binter héttől. Gondolj az Úr ígéreteire, lehetetlen, hogy megcsaljanak. Áron tanító mondta, hogy úgy fénylenek, mint a csillagok éjjel. Halljátok meg, mit ígért a Úr, Ézsaiás próféta mondta. És eljön Szidón szól a megváltó, és Bálán próféta pedig azt mondta, csillag származik Jákobból, és királyi bátyja Izraelnek. Ézsaiás próféta mondta, mert egy gyermek születik nékünk, fiadatik nékünk, és azok az ő állam lesz. Hívják nevét csodálatoknak, erős Isten, örökké valóság atyának, végesség fejedelmének. Mikiás próféta üzenete, de te Efratának Betleheme, de bárki csin vagy Ezraim között, de belőle származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, és akinek származása elejtől fogva van. Az üzenet folytatása, és megáll és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak Istenének felséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltati a földnek végső határáig. Milyen drága üzenetek, hogyan végasztalják, gyógyítják a szívemet. Megfigyeltétek? Betlehemben születik meg a megváltó. Ó, bárcsak én is megláthatnám őt. De mikor? Hát ha az Úr megmásította terveit, és elveti magától az ő népét, hiszen engedetlenek voltunk, elfordultunk tőle, eltévedtünk, mint a bárányra, és pusztulást érjen minket. Ha te gyarló ember létedre, megkerested a bárányát, gondolod, hogy az Úr megkeresné meg eltévedt nyáját? Talán csak arra vár, hogy kiáltsunk hozzá. Jöjj népek megváltója, így kér a föld lakója, jöjj lelkünk drága fénye, s édes reménye. Ó, száj közén királyunk, íme elédbe állunk, a sötétség elmúljon, a hit felgyújjon. Ó, Uram, bárcsak megnyitnád az eget, és alászállnád hozzám. Ne féljetek, mert én mi hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, mert született néktek ma a megváltó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És az lesz pedig néktek a jelen. Találtok egy kisgyermeket, de bójába feküdne a jászolban. Yeah.
csak, az Úr majd gondot visel a nyájra, míg távol leszünk. Menjünk el mind Betlehemi, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. He said.